Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata vagy terve? Hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez felkerül a másik csatornámra, Meisterin des Karten Legens, és ha elkészült a videó álnéven, akkor megkapod a linket a videóhoz e-mailen keresztül. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az középen látható itt felül és alul. Ha te egy hölgy vagy, akkor bizony vannak elvárásaid, és ő ezt tudja. Emiatt vannak nála ilyen gondolatok, megfelelő vagyok az ő elvárásaihoz, vagy jobb lenne, ha ő találna egy jobb férfit magának, hiszen én ezt nem tudom teljesíteni, legalábbis így gondolja. Töpreng valami felett, és az összefügg a te tartásoddal, a te elvárásaiddal. Az érzelmi világát itt látjuk bal oldalon. Itt lesz egy szerencsés fordulat, és ez a jóindulatú férfi jelenti az ő hozzáállását. Azon kívül keresi veled a kapcsolatot, lesz közeledés, lesz találkozás. És mit fog tenni? Az itt látható jobb oldalon. Ez a gazdag hölgy te vagy. Ez utalhat a te anyagi helyzetedre, vagy nyereményekre, de ez a gazdagság jelentheti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Közeledik hozzád, találkozni fogtok, sőt az is lehet, hogy tervez veled együtt egy utazást. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt vannak nála gondolatok, töpreng valami felett, úgy érzi, hogy nem megfelelő számodra. De a gólyák jelentik a változásokat, vagy változik valami kettőtök között, vagy valami változik a környezetében, vagy megváltoztatja a gondolatait. Itt a könyv jelentheti a tudásodat, a tanulást, a továbbképzést, de a zárkózottságot is. Lehet, hogy úgy gondolod, ez a férfi zárkózott, vagy eltitkol előled valamit, vannak elvárásaid, de nem mondd ki, hanem légy titokzatos, légy zárkózott. Itt lesz egy nagy szerencsem, és a szerencse mellett megjelenik a kígyó. Ez jelentheti a gyógyító erőt. Jelentheti a transformációt, a változásokat, de néha jelent egy nőt is. Mivel itt nagy szerencséről van szó, vagy azt jelenti, hogy van egy hölgy a háttérben, aki segít nektek. Ez lehet egy baráti kapcsolat, lehet az anyukája. A kígyó és a nagy szerencse azt is jelentheti, hogy eddig volt egy hölgy az életében, de ez a nő eltűnik, nem játszik már szerepet, itt vannak a változások, és ez szerencsét hoz neked. Itt lesz közeledés, megérint téged, látni akar téged, lesz egy találkozás, és a kutya jelenti a hűséget,
Ő bebizonyítja azt, hogy a nő már nincs itt, ő hűséges hozzád. Itt az utak jelentik azt, hogy útban van hozzád. Azon kívül döntéseket hoz, hiszen itt van még középen, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt megjelensz, mint egy gazdag hölgy, de itt van a hamisság, mint hogyha valaki figyelgetne téged, és irigy rád. Az utazás. Itt van a szerelem, ő közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, tervez veled egy utazást, és itt szerelemről van szó. Itt is az utazás látható, lehet, hogy lesz egy meghívás, egy találkozás, és kétszer jelenik meg az utazás, tervezi ezt veled. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a kereszt jelenti az ő hitét, meg a döntéseket is hasonlóan az utakhoz, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a te jelenlegi helyzeted? Itt van a virágcsokor, megszépítesz valamit a külsődön, vagy a környezetedben, de az is várható, hogy ő meglátogat téged, nem jön üres kézzel, kapsz tőle ajándékot, vagy egy meghívást. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!